A hírcsalások ellen indított kunigundai éhségsztrájk kezdeményezője, a Tiszta Kezek mozgalom egyik alapítója, a televíziósok és filmkészítők független szakszervezetének alelnöke, a december 27-e óta rendkívüli felmondással elbocsátott televíziós újságíró, aki a hétvégén Viareggio-ban Szávu Jarankával együtt veszi át az Olasz Riporterek Szövetsége adományozta az év riportere nemzetközi díjat. Gratulálunk! Tisztelt ünneplők, magyar, lengyel és francia barátaim, honfitársak! 97 napja az MTV óbudai székház előtti éhségsztrájkkal kezdődött, és mind a mai napig tart a tisztességes közmédiát követelők demonstrációja. A kunigundai tüntetők mindenkinek példát mutattak. Egy maroknyi elszánt újságíró és civil bebizonyította, hogy ebben a hazában nem lehet mindenkit megfélemlíteni, elhallgattatni. El tudják venni állásunkat. Meg lehet próbálni ismét fallal körbevenni minket, de gerincünket megtörni, becsületünket elvenni nem lehet. Nem hagyjuk, ne hagyjátok! Kitartottunk és kitartunk. Az elhallgatás és az önkény falát ledöntöttük. Szilveszter estéjén ezrekkel együtt hoztuk létre a Tiszta Kezek a Demokratikus Magyarországért mozgalmat, és tettünk esküt a köztársaság, a jogállamiság megvédésére, egy korrupciómentes közéletre. Nem elég panaszkodni, cselekedni kell. Ne maradjatok otthon, ne tűrjétek el a jogsértéseket, a hazugságokat. Békés eszközökkel, de küzdjetek jogaitokért. Ne hagyjátok, hogy elvegyék tőletek mindazt, amiért elődeik életüket is feláldozták. Ne féljetek! Ne csak beszéljetek összefogásról! Kunigunda legyen itt is a példa! Mi tudtuk, hogy igen, együtt lehetséges a győzelem! Hozzatok létre ti is kis Kunigunda táborokat a városokban, a falvakban, a településeken, ahol sárba tiporják jogaitokat. Ha felülről lebontják a demokráciát, akkor majd mi alulról újraépítjük. Ahogy Európával és a világgal szemben sem, ugyanígy a néppel szemben sem lehet szabadságharcot folytatni. Szégyenletes és döbbenetes, hogy a közmédia hírcsalói és manipulátorai mind a mai napig a helyükön vannak. Igen, le kell mosni ezt a gyalázatot. Nem tűrhetjük többé a közmédia politikai megszállását. Elég volt abból, hogy propagandaosztálynak, cenzúra központnak vagy pénzmosodának tekintik a nemzet médiáját. Nem 2 milliárd forintba kerülő marslakókra, hanem tisztességes tájékoztatásra van szükség. Támogassatok minket, hogy egy alternatív közmédia létrehozásával eljuttathassuk mindenkihez az igazságot. Elegünk van a hazugságokból, a kettős beszédből, elegünk van a lenyúlásokból, elegünk van az oligarchákból. Nincs sajtószabadság demokrácia nélkül. Nincs demokrácia sajtószabadság nélkül. 18:30 perckor a Kunigundában mi ott leszünk, ünnepelünk, gyertek velünk! Éljen a Magyar Köztársaság, éljen a haza, éljen az Európai Unió!